Superbike feltott. Most megfelelnek, csak túl sűrű lenne a program. Ja, na jó, van közben, akkor sziasztok srácok, visszatértem. Itt vannak velem, úristen, váltok. Itt van velem a kettő név rokon, ugye. Halló. Ugye hát a kettő a... Viszlát. Kristóf, Peti, Décsi, Márk az sajnos most nem fog részt venni. Mindenkit mondtam? Igen. Igen, mindenki. KST, mondtad? De mondta, névrokonok vagyunk egyébként. Azt mondta, ja, hogy itt van a két névrokon. Igen. Ja, bocs. Persze, hogy te is néha izé azért alkotsz, tudsz alkotni. Két szeket lehet a mezőn, ügyes vagyok. Nézd csak amúgy a izének a nevét, hát hogy mire írtam át Nikolásznak a nevét. Szerintem az így tökéletes lesz az a név, szerintem. Szerintem az a név. Rodrigo. Júj, de fényleg, bazd meg! Azt a kurva élet! Hát lehet, hogy visszakapcsoljuk a nagy fényt, azt a kurva élet, geci. Hát van. Most már átban befizeted az EON-t. Átban! De egy köcsög, geci! De gonosz, de gonosz! De egy buzi, érted? De egy buzi! Befizeted! Várj, hogy felkapcsoljuk a másik láb, azt a kurva élet, a szar! Kent!
De, az a gáz, hogy... Hát, mondjuk elgondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha ott lenne a hátam mögött a fény. De lehet, hogy annak sem lenne rossz. Amit jó. De mindjárt jövök valahogy. Most akkor jó vagy rossz? Not bad. Amúgy... Hallotok valakit énekelni, akkor az anya. Az anyukát hallom. Üdvözlöm is innen. Tudom, hogy nem hal, de majd, hogyha... Ne! Hogy hátadod neki, akkor az jó. De... Gondolom amúgy a te anyukád az akkor énekel, amikor vagy ugye fürdik, vagy amikor főz, nem? Gondolom. Vagy amikor mosogat. Vagy amikor olyan kedve van, hogy zenét akar hallgatni. Egyébként mi ilyen zenés család vagyunk, Ádi. Ja, jó, hát tudom. Nem arra van szó, csak... Na, 2808-at tekintették meg még a csatornát. Ja, meg amúgy köszönöm szépen a még egy bekövetést. Valamilyen Jervis a neve, azt hiszem, úgyhogy thank you. Hogyha angolul tudsz, ha nem, akkor sajnálom. Hát, de szerintem elég lenne a vendégés szampát amúgy. Mit? Megborultam. Mit, hogyha? Szerintem elég lenne a vendégés szampát. Figyelj csak, amúgy most feladtunk kettő ilyen izét, de az előbb úgy néztem ki, mint egy citromfej, úgyhogy... Konkrétan a apámmal így beállítottuk szegényke, úgy izé belenézett véletlenül a fénybe, legalább egy háromszor geci, hogy ő is csak izéket látott, itt izé zöld meg izé foltokat, illa foltokat bennük. Enyhén ultraviolákat látott, gondolom. Na, mivel ugye Márkkal itt izéltük meg azt, hát hogy átmentünk a kettőbe, ugye? A Moto2-be, ezért Márki, mert itt vagyok Ádi, oké, rendben. Szóval, hogy ugye itt azt beszéltük, hogy itt nagyon elkopik az abroncs, magyarán most ugye megnézzük a beállítás, hogy milyen. Hogyha nagyon elkopik, akkor ugye álltunk rajta, viszont hogyha nem tudunk, akkor viszont felrakjuk a versenyre a két hárdat, és akkor megnézzük, hát hogy zárkó az hogy fog. Csak cseten leszek, oké, rendben. Rendben van meg. Amúgy majd... Kiolvassa fel a üzeneteket. Na, senki, ja. Senki, mert unjuk, mint a szart. Oké. Meg mivel ő... Majd elolvassa, akarja. Igen. Ő a streamer. Oké. Igen, pont ezért csináltuk ezt a szabályt, szóval pont ezért van a F1-eseken F1-es rang, meg ugye Kúszó, meg ugye Kóprang, úgyhogy ez így lesz. Úgyhogy amikor majd a Kikóval meg a KSZ-vel is kópozok, akkor az úgy lesz, hogy mi állban a Kúszában vagyunk, és amiknek majd ír a csetre bárki, csak akkor majd ezt úgy felolvassuk, ha kell, ha nem, akkor nem. Magyarán a csetet azt most innentől kezdve úgy képzeljétek el, mint hogyha én lennék Leo, vagy ugye ő vizé lenne Leo KSC, szóval úgy nézzétek majd a csetet. Szia Sipi! Szia Sipi! Hello! Ennek van értelme. Hát mit minek? Ez is komolyan van, Leo Kristóf. Megint kiléptem. Nem úgy mondtam, hát, hogy fejlődni kell. Úgy, mintha most ezzel így... Mondhatom úgy. Na, szia, szuper, hello. Szóval... Szia, szuper. Majd a Sipi meg a Mark majd moderálja a csetet. Igen. Péter, csak kialakítottam, hát, hogy nekem van három darab úgynevezett harcosom. MTFK az egyik, a másik Márka, a harmadik meg Dani. Magyarán úgy van, hogy amikor Márka meg ugye Nikolászal kóbozok, akkor ugye tervezetben, ugye akkor még kettő darab tartalékből kardosom még van.
De viszont, hogyha az NDFK-val versenyzek, akkor is van még két emberem. Viszont, hogyha egyikük sincs, mert éppen iskolában vagy bármi más, akkor viszont Dani még itt van. Úgyhogy, úgyhogy ez a három lesz, és ennyi. De ha kell, akkor még ugye Petire gondoltam még ennyi. Nem, Söpi az majd a jeget fogja itt nekünk játszani, ő lesz az Ice. Ice Bull. Ice Bull. Már van Ice, nem? Hát ez konkrétan egy Ice-on ül. Ja. Inter Combustion Engine. Nem konkrétan a fényre ül, hogyha már égettem ott. Ja, igen, az jó volt. Egyébként nem melegíti a fejed, abúgy? Őszintén nem. De viszont, hogy apám azt mondta, hogy ha én itt előre ezt a kettő lámpát, meg ugye hát most ugye pluszból, ugye hát még pluszban még a négyesből még a másik kettest is felkapcsolnám, összesen égne hat lámpa, azt mondta hát, hogy én itt megőrülnék. Mondom, hát az biztos, de mondom, nem akartam már neki elmondani, hát hogy mivel én, amikor ugye 10 órát üt az óra, én már akkor megkandom, szerintem a lámpa ég is, az már ilyen bónusz lenne hozzá, úgyhogy, ja. Csak ilyen bónusz lenne hozzá a kiégés mellé. Várjátok csak, még szalom? Ez a mizé szalom? A Louis szalom, nem? Louis. Úgyhogy úgy fog kinézni a 2020-as GP, hogy ugye lehet benne fejleszteni. Tisztára, hát nem azt mondom, hát hogy a fejlesztés ugye hát az úgy néz ki, mint az F1, de valahogy a kinézete az olyasmi lesz. Magyarán ott is lesz felfüggesztés, fék, aero, meg ugye maga a motor, ugye? És ugye ezeken már ugye itt elől, itt ahol ti most nem láttok semmi szárnyat, na ott most már lesznek szárnyak ugye, amikor ezeket bevetették, akkor az 2017 volt? 7 volt vagy 6? Igen, már 17-et mondott. 17. Amikor életbe bevetették, úgyhogy a mezőny nagy része, igen. De már 15-ben is tesztelték. Igen, szóval, hogy ez a úgymond a szárny felrakás, ez olyasmi történet volt, mint ugye a F1-be a WC ülőke, úgyhogy konkrétan ugye... Vagy elég csak gondolni az indikárba ezekre az aerokitekre. Na igen, szóval és... Mondjad. Lehet, hogy kipróbálom ezt pintálni, ezt most időszerűen. Tényleg amúgy láttam azt a játékot, nem tűnik amúgy rossznak az a játék. Hallod a fanok, hogy nem nézték meg százni. Tudom, sokan nézték. Na itt van CRM-ba látunk is. Ja. Szerintem az azért lett annyi, mert hát sokáig húz. Uh-huh. Amúgy nem lett volna. Ja, meg ugye Mark mondta, hát hogy azért nincsen ugye GP-ből. Az évad, a 16-os sajnos, mert ugye akkor jött ki ugye át a Valentino Rossiról szóló játék, úgyhogy az akkor jött ki, és azért nincsen 16-os játék állítólag, úgyhogy de ő mondta hát, hogyha bárhol megnézitek, beütitek, akkor nincsen, szóval ja. Vettük az 59.000 megtekintést. Ja, szét, van az jó. Youtube-on, természetesen. Amúgy te csinálod legalább egy olyan 3 éve, nem? Kettő. 3 éve csinálom egyébként. Aha, igen, mert tudom hát, hogy... 2017 decemberébe kezdtem. Vajá, 17 december. Kettő év. 17 december. Kettő és fél, mert ugye Márkkal néztük hát, hogy az első live-om az akkor volt, amikor jelent kezdtünk mindenketten a GFL-ből. A selejtező volt, még az F1-jel, a 17-essel. Ó, Carlos, de jó helyen vagy. A sikának a legeslegején, bazd meg. Olyan jó érzés. Ki ez? Úristen. Carlos volt az. Trumenacher. Mi van? Ja.
Az tudod, ment az a Superbike-ba is. Ugye tényleg. Meg izé Morbidelli. Ugye... Nem á! Ugye, ő, akit én azt hittem, hát, hogy Gianni, Gianni Morbidelli, aztán nem. Úgyhogy, sajnos nem ő. Ugye. Úgyhogy... Segítesz benne? Egy kicsit. Mert én már játszottatok ezzel. Keresek egy faszok borítóképet. Vagy valamit. Kristóf. Nem tudom, ilyenkor amúgy ő is így el szokott tűnni. De amúgy nem sok időre, csak egy ilyen, mit tudom én, egy ilyesmilyen épp hogyka 3-4 percre. Arra, épp hogyka 3-4 percre. Na, tényleg. Elmegy kétbetűsre, csak nem szokta bejelenteni. Vagy az. Vagy az. Tudod, nem így, mint én, hogy na, mindjárt csak elmegyek szarni. Ja. Aj, de nem lennék a budi helyébe olyankor, hallod? Aj. Hát, nem az EKC, de nagyon keveszt nem mondom el, mert nem az egy csúnya tényleg. Kávé a budinak szerintem mindenki rá így érz maga. Borrafáros tartalom lesz. Még amúgy is az, de... Figyelj, 21 óra van már, azért belefér. Igen, szóval, persze. Hogy... Csapassuk egy... És szuper, már megint összebe a beküldi a héten a kérdéseket, bazd meg. Miért? Te még a... Várjátok már, ti amúgy még azt a játékot nem vittétek le? Amit izé megbeszéltétek azt a... Mikor egy ilyen szezonról adtok fel egymásnak kérdéseket? Ádi, az van, hogy nem csak egy szezonról csinálunk, hanem... Ja. Hanem az összesről. Ja, értem. Szóval akkor ez 90, nem csak így... 95-tel indult. Értem. Váltottunk ugye 96-ra. Igen, el is fejtettem bocsikájszi. Őszinte ezek. Még jó, hogy én azért úgy ott vagyok a cseten egyébként. Még érdekel, hogy izé... Mi van ezzel a két hülyével. Hát jó van. Amúgy Peti, visszatérve... A Superbike-ba hány szabadet is van? Ott három van, vagy négy? Ott három, ugye? Három van? Nem, három van. Van ugye hát a Q1, a Q2, a warmup, meg ugye a verseny, nem? Opp, én felelőttem valakit. De jó. Szegény kétbetűs Kristóf. Anyádat! Ötül. Hát ezt úgy jól eladottam. Szép volt. Jaja. Vigyázz majd... Nikolász, hogyha majd látol egy olyan szép kis eszenzőt, hát hogy OLTTTL, akkor az nagyon jó lesz. Itt van előttem. Nagyon jó. Az a német csávó, azt hiszem, ugye? Az a német csávó, akit mondtunk, nem? Az a német csávó. Még német csávó? Hát mondtam neki, hát hogyha ott látja a mizét, tudod, hát az a OLTTL-t, akkor nagyon jó. Körbeautózzuk. Motorozzuk. Nem tudom, de engem ez megfogott nagyon ez a játék, de most nem azért mondom, mert hát az F1-ben már ki vagy kékbe, de mondjuk ez is rajta van. A súlyon. Igaz. De... Meg így nyersz, az F1-ben meg nem. Hm? Ja, ennyi látod? Ilyen egyszerű. Ennyi látod. De majd a mértfőkű, majd ez a 20-os lesz. Ez az első magyar, aki ilyet live volt. Isten, ez mértfő. Na, nem azért, de mondjuk az igaz. Mondjuk az igaz lesz, mert senki nem live-olt GP-t. Mert ugye mindenki csak a világon a F1-et ismeri, de például, hogyha te live-olnál a back-ről a hivatalos játékról, hát hogyha lenne,
azt se nézni senki. Ha persze, csak az F1-be, csak az F1, érted? És mit akarsz? Legnépszerű sport. Hát jó, aláírom, én is szeretem. Imádom, de már azért... Nem tudom, már én azért kacsingatok már így jobbra-balra, amikor már azért csak azt látom, hát hogy elindítottak az F1-ját, hogy 20 000 izét, elég át külföldön is, meg itt belül is, itt nálunk benne már vége van már. És az a furcsa, hogy már mondta, hogy ebből is izét csináltak, izét azt a... Tudjátok, hát amin ugye izé versenyeztet Dánielék azon a... Esport. Igen, és hogy ebből a játékból is csináltak, csak annyi, hát hogy nem izén, hanem ugye PS4-en játszottak, ha? Nem izén, PC-n. Nem ám! Addig örülj, ameddig nem azt fogod látni, hogy a seggedbe mindig a izé fog jönni a Ken, meg a vizet a Quartaro, akkor nagyon jó. Most 17. vagyok amúgy. Úristen. Előttem lenni. És mit akarsz? 6-szor elvágod. Hatszor hogy lehet elvágódni? Jó, hát, jó. Úgy, ahogy én. Tudod, ilyen Niklászosan. Jó mondjuk, igazából pont én mondom, aki baszki a első vízi versenyén ugratott legalább, vagy 26-szor a falnak, de mondjuk mégis. Leoljék meg a Project Autókat nyomják. Project. Na, hogy elkezdték ők is játszani? Micsoda véletlen? Azt tudja. Micsoda véletlen? Úgy lehet 6-szor... elvágódni, hogy 6-szor elvágódsz. Jó mondod. Mondja, de jó mondja. Oké, szuper, köszönöm szépen. Szuper, hát ki más. Repa ír fejűek. Így is behozom pont szerzőre, mit akarsz? Mondom én. 15. Ez... helytől van pont szerzőre, csak úgy mondom. 16. vagyok, csak mondom. 15. helytől van a pontszerzés, azért mondom. Itt van előttem ez a Mignó. Mi? Mignó, igen, Mignó. Mignó? Mignó, jó van. Mignó. Mignó, Dali, bemúnya. Jaj, ne kezd, Dali. Szerintem. Egyszer éljek meg egy értelmes estét, jó? Jaj, most én vagy ilyen KSC, hát én... Azért vagyok ilyen, Adi, mert tényleg. Jó van, na, hát nyugi. Egyszer leégjek már ki, jó? KSC, tudod jó, hogy azért én sem vagyok nagyon őrült, bennem is van azért józan ész. Nem sok, de van egy kevéske azért bennem is. Na, örülök neki. De legalább én elmondom, hogy én nagy részt amúgy idióta vagyok, de legalább, na. Picike kis agent is elindítja a Project Cars-t. Ja, ő is megy velük, ő is, az szép. Egyébként nem igazán szeretem ezt a játékot, mondom őszintén. Ja, mit ajánl, ez a P2-t? Most, hogy megyek ezzel a lemaros izével, az meg azt hittem, hogy ennél azért külön lesz. De nem. Nem. Amúgy meg jó a játék, csak nagyon rá kell szokni. Erre nagyon rá kell szokni amúgy. Meg az a gond, hogy ezzel azért nem játszana sokan, mert nem tudom. Mert inkább akkor megveszik a izét, az assettót, meg a izét, azt kell azon. Én hallod, én csak azért játszok vele, bazd, mert 1 euró volt. Jaj. 1 euró volt, ez ennyi. Hol volt neked 1 euró? Hát bazd meg a Humblebundén, bazd meg, amikor volt az a 12 játékos geci. Ja. Amikor fizettél 13 eurót, azt kaptál 12 játékot, abban benne volt a Project Cars 1-2. Ja, csak vágod, hogy neked az a játék már megvan. Körülbelül egy éve megvan már, jó. Ott vettem meg 1 euróért amúgy. Ja. Ja, hát akkor neked ezért volt egy 1 euró, így megértem.
Nem azért, csak hogy azért csodálkoztam, mert ez amúgy külön azért ez ennek sincs azért békésára. De mondjuk azóta már lejjebb ment, amióta ez megjelent, úgyhogy már... Szóval már rég lejjebb ment. 21 kör, Pucello. Igen. Meg amúgy Istof, akkor így válaszoljak. Amúgy ahogy így nézem a képeket, meg az első időt az a játék kapcsolatban, kicsit abban az időszakban kell visszanyúlnod ebbe a játékba, hogy megértsed a játéknak a logika menetét, ami volt tapasztalata a Tokarész drivereknél például. Hát én Tokarész driverrel nem is játszottam, Peti, tehát ezzel indul a baj. Hát itt kezdődik a gond. De ezért mondom, hogy nekem van tapasztalatom, mert ugye a Toka 3 az nekem megvan eredetiben. Mondjuk az, amíg én se játszottam, amúgy az őszintén. Mondom, az alapja ugye a játéknak, a kulcsekkázók, meg a aszettós dolgoknak is egy kicsit, az nagyjából ugyanaz az alapon mozog nagyjából, mint a mozdult ugye a Topa, meg ugye a Codemastersnél a grid. Aha. Grid játékok ugye. Ugye úgy volt felépítve, hogy különböző kategóriákban volt külön, ugye a Tokában ugye rally kategória, volt rallycross kategória, meg minden. Volt, hogy így felépítheted a pályafutásodat, hogy ezeknél a kis bugikkal tudod versenyeztél, hogyha mikor a bugákba akartál előrébb jutni, hogy versenyeztettél ugye ilyen rallycrossos autókkal, rallys autókkal és így tovább. Túlautózásban meg mehettél a legkisebb kategóriába, például a Renault Clio kupába, és utána eljuthattál akár a V8-t, vagy a DTM-ig például. Köszönjük, Nikola! Bocsánat. Isteni úr. Igen. Szóval visszatérve ez a... Nagyon így épült fel ez a Project Cars is. Ennek valamiért nem gyere be. Valami csak annyiból másabb ez a felépítése, hogy itt tudsz váltani kategóriákat, tehát nem muszáj neked végighaladnod a formula kategórián, hogy mindegyik bajnokságot felszabadítsad, hanem akár átmehetsz mondjuk GT-zni is, vagy ugye más csinálni. Vagy ugye, mizé van még a hosszú távú, vagy bármi is. Igen. Ó, emlékszek hát a 1-be. A Project Cars 1-be. Elkezdtem bazd meg a izékkel a... Fú, ott mivel is, GT, ugye nekem kellett menni, ugye hát a Mercedes AMG GT3-as autóval, mennem kellett egy ilyen Európában lévő bajnokságba, utána meg átkerültem egy ilyen kicsike hosszú távú versenyre, ott nekem egy ilyen kis GT4-es BMW-vel meg kellett nyernem, ugye hát a saját ugye GT-s kategóriámat. Utána meg felküldtem át a Aston Martinba. Ugye akkor már a rendes megszezonba. És geci, nem bírtam levinni egy 3 órás lomali verseny. Mert már a második óra után már rendesen a seggem az szétizzadt, meg már kellett már fosni egyet. Úgyhogy rendesen már nem bírtam, érted? És akkor megfogtam, és akkor abba hagytam az első részt. Szóval nekem az a játék az addig tartott. Viszont ugye kipróbáltam ugye a Corvette-et, annak még abba a játékban is a hangja is jó volt, meg ugye hát amit beszéltünk, ugye beszéltük ugye hát azt az autót, ugye hát ez a GT3-as Cadillac-et, annak is jó hangja volt, úgyhogy ez a játék az nagyon jó volt az első rész, amúgy az is jó. De hát amúgy meg figyelj, én nekem ez a játék bejön, de például nekem a Assetto nem. Másnál meg épp, hogy megfordítva van érte, szóval ez ilyen nagyon érte. Mindenkit más helyzetes elvide. Hallod, Peti, ezt már nem kezdjük el ma. Ja, szerintem. Hát igen, amíg lesz tiány, mire befejezed el is. Szilárd az állapot. Peti, meddig esik? Ha jól tudom, neki kell összeállítani a feladványt, nem? Hát kellene.
Kellene, igen. De biztos, hogy akkor, de az biztos, hogy leugatom bazdmeg, amíg azzal jön, hogy a kérdések sincsenek kész. Akkor ólókezű Edvard. Én akkor rohadt tippa leszek. Akkor jön az ólókezű Edvard, nem? Jó az a fény pedig. Aki ezt nem látta, annak ajánlom, hogy nézzük. A viszlát nem tudom ki volt. Szerintem... Mark. Nikolász tűnte. Nikolász gondoltam. Ja, meg ez is meg fog szűnni, ez a fellejárkálás, mert... Én elhiszem, hogy néhány embernek rossz a nete, vagy izé a Discord, de azért nem szeretjük kártyával azt, hogy bing, bang, bing, bang, bing, bang, bing, bang. Úgyhogy ez azért úgy zavaró lehet. Főleg a kóp alatt, aztán ez még jobb. Úgyhogy... Nui nálam ritkábban csinálja csak ezt. Hát nálad igen. Csak akkor, amikor a Discordnak olyannyi van éppen érted. Hát... Tudom, de mondjuk most láttam hát, hogy egy lehet bérelni ugye TS3 szervert. Na, egy hónapra 1500 forint. De amúgy nem is kell bérelni, mert amúgy, ha leszeded a mindjárt mondom milyen programot, rá akarok menni a program Facebookába. Ha leszeded a TeamSpeak 3 szervert, akkor gond nélkül tudsz csinálni szervert arra az időszakra, amíg éppen fönn vagytok. Mi tényleg? Amúgy. Csak úgy mondom tanácsként. Amit így pár hete figyeltem meg én is. Csak azért is, hogy fizetni kell, hogy a Discordról indítjük. Nem kell fizetni. Nem. Én létre tudtam simán hozni szobákat. És még fel is tudtak jönni rá. Csak annyi volt a lényeg, hogy az IP-t kell beírnia az adott személynek, akire akkor rá akartok csatlakozni, és ugye először neked kell ugye logikusan ugye elindítanod úgy, és ugye utána meg ha ki meg kell adatok, akkor ugye fölírni, amit éppen megadsz. Csak mondom, annyit kell csinálni, hogy le kell szedni a TeamSpeak 3 szerver ugye az oldalukról. A hivatalos oldalukról ugye. Meg azt kell figyelni, hogy éppen 32 bitten használod, vagy 64 bitten ugye a TeamSpeak-et. Amúgy én csak azért szeretem a TS3-ot, mert hogy ott szerintem ott jobb a hang. Ott amúgy jobb a hang, mint itt. Hát, változó. Valakinek ott recseg, valakinek még Discordon meg egyáltalán nem recseg. Viszont itt meg azért jó, mert itt amúgy ingyen annyi szervert csinálhatsz, amennyi itt van meg a csillagoség. Hát itt a Discord. Igen. Megint nem mentél Nikolászban. Hát ja, most úgy látszik, nála kezdődött el a szolgáltatójának a jó működése. Hát mert most ugye elment Anett, ugye? Nem hallunk, Nikolász, pont azért szólunk. Nem hallunk. Szuper is azt írja neki, hogy nem. De most abból a szempontból visszatérve a projekthez, hogy abból a szempontból élvezi az, aki ilyen különböző kategóriákat is akar játszani, nem csak így unblock egy vagy két kategóriája érdekli egyedül csak azon belül. Annak egy jó kihívás, azoknak a teljesítése. Én is így poénból néztem meg ezeket a offroados cuccokat a tukába. Tudod, amikor így ilyen ugratós pályákon mentél, meg és így tovább. Meg ilyen régi 70-es, 60-as évekbeli kocsikkal kellett, volt egy ilyen bajnokság is benne. Ilyen 60-as, 70-es évekbeli kocsikkal mentél. Fel akarok menni a GP-be, de nagyon. De mondom, az tök vicces volt az, ugye, amiket azok, amikor azt így vezetted. Akkor
Egyébként azt akartam mondani, hogy én a TS, de egy dolgot tudtam, hogy a háttérzaj, de hogy... Azt simán ki lehet küszöbölni, DJ. Annyi, hogy bemész az optionsbe, és ott bepipálod azt, hogy echo cancellation. Ezt kell bepipálnod, és akkor a háttérzaj megszűnik. Kivétel akkor, a közvetlen közeledben van olyan dolog, ami bezavarja. Tehát mondok például TV van mondjuk ott a közeledben, ahol a géped van, és ventilátor. Vagy ventilátor, vagy ilyesféle. Igen, azok behallatszók. Azt nem tudod úgy kiküszöbölni. Csak akkor, hogyha lekapcsolod, vagy nem szól a TV mondjuk. De ilyen konyhai zajó, vagy valami kis szemtések között nem hallottam. Ha nem nyitott ajtóval van úgy a környezeted, akkor nem fog behallatszódni. Ha van ajtó, amit becsukod, akkor nem fog behallatszódni semmilyen háttérzaj. Csak az a zaj hallatszódik be, hogyha mondjuk a közeledben éppen valakivel beszélsz, mondjuk. Na jó, mert van. Ősöddel érted beszélsz. Jó van, Levanban is így mentünk már a utolsó néhány körbe, úgyhogy már nem unom. Úgyhogy most ez. Belső nézet. Látom, hogy ő vezet egy előnye. Mi? Ő vezet azért, látom. Jaja. Nem, mert már azért gyakoroltam így belső nézetből, szóval most már ezt nem úgy csinálom, mint az elején, hát bementem a shoulderbe. Csak ugye mivel itt nem látom azt, hogy mikor mikor ugye indul meg a segge a motornak, ezért itt nekem ugye vibrál a kontroller, és ezért így érzékelem, hogy akkor hoppá, hát akkor itt akkor most nem izélek gáz, nem nyomok, hanem csak így szépen így engedjem, hogy menjen magad. Hát ezt érezni kell, amúgy is. Na igen. Valóságban is olyan, hogy érezni kell, hogy amikor megállsz, hogy akkor meg tudsz éppen, hogy állni, meg amikor kigyorsítasz, hogy már engedi a motor, vagy kitörik a segge. Tudod, hogy milyen izé játékot kizenít még meg? Megvan neked a... Ugye ott is a film, ugye át a... Hát ugye úgy, mint az F1-ből, ugye hát a FIA, csak ott ugye film van, de hogy a LVC az megvan neked. Még egyszer? A LVC az megvan neked. Fejben, az LVC, hogy ez mi? Hát ugye ez bajnosság még. Az LVC. Az a Endurance VB, ugye a motorosoknál, ugye? Aha, igen. Na azt például, amit ezt kipróbálnám. A motor alapja amúgy gyakorlatilag hasonló, mint a Superbike-ban használtak. Ezért ismernek elsősorban a Superbike-osok többnyire abba, hogyha ilyen nagyon hosszú órás versenyt. Igen, te amúgy... Akkor indítanak. Igen. Hát tudod, ott ment a bittes anya, amik sajnos ugye élt. Igen, meg ugye, de viszont ott van ott 2-3 ex-MotoGP is van, persze. Igen. Ugye a Randy is például ott megy. Igen. Meg ugye ott ment egy-két verseny, Casey Stoner amúgy. Ő is ment már. Igen, meg például a Suzuki 8-asra indult a Rastak Dioglu, és meg a Ray is. Meg a Thundermark is indult, azt hiszem azon a futam. Meg. Csak egy baj van az a bajnoksága, hogy iszonyú rövid a versenynek utára. Igen, néhány szóval... Hát olyan 5 futamok szoktuk azt hiszem nagyjából lenni. Ez ilyen Endurance versenyben már 10-20 futamot engedni. Csak hogy így érzékeltessem a dolgot, ugye az egyetlen 24 órás futam az a Le Mans. Igen.
És az is, azt is a Bugatti verzió futják, ugye? Igen. De nem a rendes, a... nem? Nem, ő csak így a simán. Azon kívül a legnagyobb, úgymond, osztályverseny az meg a 12 órás. Igen, a... A Suzuka-ban mennek ugye 8 órát. Igen, azt még én is tudom, viszont Osherslie-be mennek azt hiszem 8 órát ott is, azt hiszem. Voltak Szlovákia ringen is, amelyik évben, ha jól emlékszem. Meg ugye Manikúrban is voltak, azt hiszem, nem egyszerűen. Igen, ott is voltak, arra még én is emlékszem, és azt hiszem egyik. Meg még talán, mint hogyha Szepánkban mentek volna. Azt hiszem, pont akkor mentek nem, amikor a... Mélyszék is mentek ugye a Szedozájot a WC-re. Aztán akkor voltak ők is ott. Pont. 14-én voltak ott. Szombaton mentek ők, Mélyszék, mi vasárnap. Igen. Akkor erre emlékszem, ja. Ja, ővék volt a szombat. De... Péntekben volt az idővére a tudalóta hölgyi. És ez is jó bajnokság, igazából az is érdekes bajnokság, hogy csoda, hogy legalább azt adja az Eurosport, mert mostanában a motorsport témákkal úgy állnak, hogy többször adják inkább felvételő, mint élőben. Mert úgymond olyan sportágok éveznek úgymond helyzeti előnyt, amíg elméletileg több nézőt vonzanak be, de gyakorlatban nem éppen a legizgalmasabb sportágok közé tartozik. Ja, mi például a... Például a... Snookerbe teszik tele úgy általában az esetben, tenisze, így tovább. A vívás is van. Felveszik azt a ruhát, azt akkor kardoznak. Jó, tudom. A vívás, kardvízás is megvan. Kerékpár. Igen, az a másik. Igen, a kerékpár a másik, igen. Igen, azt akartam mondani, hogy főleg azt nyomotják ezzel. Mert majdnem mindegyik Grand Slam teniszversenyt, meg majd már szinte a kisebbeket is azt adják. Például most azon hűtem ki, hogy ez halál komolyan mondom, gyerekek, hogy a Superbike, ugye az első versenyt ugye meg tudták mint tartani Ausztráliába. Első futamot hajnalban élőben adták. A második futamot felvételről adták. Nem találtak ki miért. Hajnali 3-tól élőben adták azt, hogy megy a kerékpáros mezőny, akik indultak az a versenyt, a tájváni körversenyen. Hát az az, amiket... A tájváni kerékpárversenyt adták. Élőben hajnali 3-tól vasárnap. Ajaj. Hajnali 3-kor. És emiatt 7 órakor adták felvételről a Superbike-on úgy, hogy elméletileg a vadás időben bőven a Superbike rajtja előtt véget ért. Megérkezett hozzánk Mr. Fastfej, úgyhogy... megérkezett Zorro, úgyhogy... Az Eurosportnál a motorsport az a Porsche Superkupa, azt hiszem a túlautó, igen, az még ott van, azt nem tudom, hogy avval mi fog történni a mostani történések hatására. Hát mert ugye többnyire ugye európai pályákból állt, hogy azt ne tudja. Hát majd összekezdek ők is, ha van, lesz egy. Hát ma maximum azt tudják csinálni ugye, hogy követik mondjuk a formegyeseket, és úgy azokon a pályákon, amikkel ott is rendeznek futamot, akkor a vasárnap délelőtti órákat ők megkapják. Ja. És akkor Agent 2.0 visszatért. És akkor majd láthatjuk megint a... Megint majd... Internet kapcsolatot. Azt akkor véget, hogy én Jézus, Atyom, Isten. Hogy visszatérve, szóval, hogy majd akkor majd láthatjuk a Porsche Superkupában, hát azt a nagyon-nagyon menő csajszit, ugye hát a Calderont, aki ugye indult tavaly is, úgyhogy... Látja, ne Calderon most is megindul? Hát nem tudom, nem néztem meg a... azt, még
akkor az... Én úgy tudom, hogy Tatjana Calderon, az idén a Superformra fog menni. Jó, három perccel vettem kitán. Milyen nevetünk a csópát? Áj... Mikor az? Nikolász, hogyha te miattad Zorro ellen elveszítem az elsőjét, megöleged. Tudod nekem ezzel, ez a célom, hát hogy beküljek az Áfindiához, Geszi, a Jimmy-ből, ne csináld már. Ez ilyen fontos izé. Igen, életcél, tudod. Életcél teljesít. Egyébként a Porsche Superkupát csak oda mennál az F1. Kész. Jó. Kész. Mondd még egyszer, Kristóf. Porsche Superkupát csak oda mennál az F1. Mit? Mondd, Kristóf. Nikolász. Hát ez kész. Megszólalok. Gyűjtszik a Nikolász. Bekapcsoltad a generátort. Generátor. Most akkor lesz valami Kajsztián ugye a másik dolga, vagy nem? Szerintem most már sem. Szólnak. Ne is. Ne is szólaljunk. Generátor fasz. Egyébként, hogyha annyit akartál Porsche Superkupa, csak ott megy az lefeg. Az addig világos, csak hogy az esetek nagy részében ugye elsősorban Európában mentek. Ilyen mostani utóbbi években lett az, hogy hogy Amerikába is besűrítettek egy vagy két futamos. Igen, nem lenne, idén csak Európa lenne. Na akkor meg, akkor tényleg szarva vannak. Hát gyere! Jövök. Szedre! Csak kitaláltam már, hogy mi a szart akarnak. Szar! Ja meg Nikolász kérde szépen ezt a generátorságot, ezt most üntesd már meg. Mert már ez tényleg K.O. Meg mellőz az agentes rage faktorokat. Ez meg másik. Mert akkor tényleg az lesz. Te is kihűlsz, nem? Hálik. Mi? Vállaktól te is kihűlsz. Hát... ja. Én átbíjózz mindent, jó? Ja, mire? Nem már kezdtünk. Tűnik az. Tényleg, rossz vagy. Ő nem rossz. Ő magával a sátán van. Nem mondja, hogy gonosz ember vagyok. Szerintem én te veled én nem akarok találkozni, szerintem szóval. Szerintem én, mert hogyha mi találkoznál, felidegesíteni? Szerintem a generátorral kéne találkozunk. Ja, én még óvok el, tenni téged, ha tudod mit. Óvok, hogy a történet. Ott hagynálak téged amúgy a városba téged, Nikolász. Ott hagynálak ez. Ott hagynálak egyedül, nem érdekel. Á, de igen, szuper. Igen, szuper, figyelek. Egy kérdés. Kerekekre figyelj. Első kerekekre figyelj. Jaj! Nem is a második kerekekre. Tényleg jó, hogy szólj, köszi. Köszi, szuper, mert igen, kösz. Látod, szuper? Milyen jó. Telegra figyelsz erre, kösz. Mert akkor lehet, hogy meg nem fog fogyni, most akkor zárkó meg fog enni engem izé vacsorára bazdni. Egy zárkózó. Jaj, de vicces. Már vártam a fárasztó poénokat. Jaj, de vicces volt, szemlófsz. Ezt meg testetted a legszer ezt a poént el, én emlékszem. Amúgy én nem értem, hát hogy miért nem lehet a szem... A szemlősznek az a neve, hát egy szemlopsz. Na mindig. Szemet lop. Hogy mondod át, Mr. Masszai? Bugelló.
Hát itt jön, nem látod? Ott, ott jön 3 másodpercre. Sőt, csak már 4 másodpercre. Zorro, izé. Állászban meg izé. Mi az? Mi az? Mi az? Lepedővel a hátán, vagy mi az? Amúgy meg az a zárkó, az egyáltalán nyert egy címet is, vagy bármit is, amúgy a GP vagy a kettőben, vagy valahol. Miért? De hányat nyerti? Zárkó az kétszer nyert a Moto 2 kategóriába, úgy került fel a Moto GP-be. Kezdjük ott. Hányszor nyerte? Kétszer? Én úgy tudom, hogy kétszer nyerte. Kétszer nyerte? Kétszer nyerte. Már is válaszol, pillanat. Szólít a nagy úr. Mikor lesz szerintem ne, jó? Jó, bocsánat. Mert te most amit KLC-től egy olyan izé, ő... Bankot mondja. Nyakleves kapnál, hogy szerintem izé a... Szerintem még izét is kapnál hozzá, a zöldséget, meg hús szerintem is. Ma leves ez a film. Egyébként... Igen, az igen, a igen, szóval értem. Értem KLC. Magyarán szóval már nálad is a szavak azok úgy izé, mint a izében a kerülnek a izében állam, érted? Jó van, oké, hát ezt is jól fogalmaztam. Jó, meg azt mondtad, tudod. Igen. Érteni Tajvant, érted? Érteni Tajvant. Próbálj így Tajván előjött, ugye? Ja. De érted, ki a fasz érdekel az, hogy mennek 200-an egy úton, kerékpárral, és hogy még kizé bírja még izé szuplával a végén megnyomni, és hogy izé azért van az első helyen. Az ki a fasz érdekel, mondja most őszintén. Ez kb. Annyira logikus kb. A dolog, mint amikor elgondolkozom azon, hogy egy magyar néző, egy kerékpár szupló, miért rajon például Péter Szaganért, aki szlovák. Az igen, igen. Tudom, hogy ki ez a Péter Szaganért. Kb. Annyira logikus, tudod. Mert még azért még azt megértem hát a dárcot, hogy az új bajnokság, mert én azt szoktam nézni. Azt még aláírom, hogy a dárcot még nézem, de... Igen. Hát meg ugye, az én az itthon is van, dárc táblám. Megnyírom. Itt van az ajtón fent, hát mert ugye egyszer az én nővérem, mert azt kaptuk izére karácsonyra. Jó út. Összeszámoltuk, hát hogy nagyjából már amennyit én feleszettem a gépbe, szerintünk már az elért át, hát itt szép lát a félmillát, úgyhogy majdnem csinálta, úgyhogy... Nem sajnáltad a lóvét akkor. Mi? Nem sajnáltad. Hát, hogyha live-on is akarsz meg, ugye nem szarizé, különbségben van az egy út. Mi nekem? Akkor igen. De mivel ugye hát a MDFK-nál csak egy vizét kell menni, egy ilyen új... Ez mi volt? Mondok egy jó hírt, hogy amikor a... Hogy amikor a 2000... Na, hogy amikor a 2020-ban ugye átmész egy csapathoz. Amúgy meg a motort, azt ugye azt át is tudod festeni.
Magyarán én láttam azt, hogy ezt tenni. Igen, láttam is a videót, hogy meg lehet csinálni. Szóval akkor vágod hálát, hogy akkor ez milyen lesz, milyen színű. Tudom, mondtad. Hello Kitty is. Az... Úristen, vágjátok, hogy mindenem az lesz. A bakkacs, a ruha, a sisak, a motor, a váltó. Tudod hát, hogy mit kéne még izére? A felnit. A kerekeknek a felnihét. Sőt nem, hát a láncot kéne befesteni arra. A láncot kéne pinkre befesteni. Azt megnézném, Hádi. De pedig állat vagyok, de én azt szeretem, amikor befesteni. Szarul van föltéve a kérdés. Amúgy igen. Közi kárszám, hogy nem olyan szarul. Nem neked mondta. Tudom, nem neked szeretem. Mondtam. Tele kárszám, és hogy telt a napod? Hát így most a gépelésből technikus szerintem jól tehet neki a napot. Ádinak ez a kontráci. Mi az? Ja, ez így. Koncentráció. Ja, ez egy koncentrációs tábor. Ja, igen. Azt mondom, hogy olasz szót akarsz ki, az a koncentráció. Ja, és... Kajak ugyanannyit szereztük el? Szerintem én úgy emlékszem ugyanannyit. Belepújik a monitort, Pixti. Nem, azért csak tudod, megszoktam azt, hogy amikor ugye kontrollerrel játszottam, akkor így nagyon így beledöltem, nem tudom miért, ezt így megszoktam, és ezért van. Amit nem csinálnám. Szóval nem vagyok olyan hülye, hogy a szemet ki akarom égetni, csak megszoktam. Megszentség, tele... Remedi. Megszentség, ránítetetlenségeskedés, hogy kikek mondom. Én még gondolom, hogy választ KSC. Igen, amit Tézi írt, mert hogy egyre kevesebbet szeretett az, aki bejelöltem. Szuper, el fog fogyni a felállni már a gumit. Hát, ahogy így haladsz... Hát, még kibírja, mert négy köröd van még hátra. Ki fogja bírni az? Már volt ennél durvább is nálad. De nem az, érted? Figyeld! Hogy izélek ki a kanyarba? Sodrogok ki. Hát, azért meg kopik. De látod? Legalább ebben ez lebaj játszott. Csak hogy szólok, hogy ezt már fel... Mi van? Előrendezettségmentesítő tetetlenségtelenítő tilenkenhetnétnek... Jó, oké, elég volt. Köszönjük, szuper! Köszönjük, szuper, szerintem szuper. Figyelj csak, szerintem neked már kéne egy jó alvás. Leül... Ja, mennyi aludni. Nem akarsz köcsöbet egy téglát a fejedre? Szívesen adok egy téglát. Kedves vagy. Szívesen. Örömest. Dobok egy téglát és akkor már is jól szerintem. Ingyen volt. Mi? Jó, jövök. Ingyen volt. Aha, ingyen. Hát... Tehát én dobtam a téglát a falba, hát ön nem. De kezdhetek betörőt. Jó, az kemény volt, nem hogy... Harry! 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 Harry!
figyelsz, Harry? Marv! Hány ujjamot? Hány ujjamot? Nyolcat. Marv, Harry? Harry? Ja. Ez ilyen idős nem is. Mennyi karás volt? Körülbelül, de tényleg valami, körülbelül így van, milyen hangja. Szerintem jól is utána össze az egyébként. Hát tudjátok, amikor ugye hát a Marvot, ugye hát a Kevin ugye fejbe bossza legalább hát vagy három téglában, és amikor ugye hát a Harry, ugye hát ő... ugye hát talál Kevinnel, és erre meg ugye már mondja hát ugye ezének a helynek, hogy Harry! Harry! Azt akkor ugye nem hall semmit, mert ugye azóta már ő felbehozta legalább hát vagy kettő darab igen, és akkor Harry! Ja, megvan már. Megvan az Alice? Megvan, persze. Hát az elmúlt minden akárny évben nem láttam legalább 5-10-szer a filmet. 10-szer? Én már vagy 80-szor jött. De ma unam, mint a gúrja. A legjobb mi jó? A Marv ugye meg akarja most át a kezét, és amúgy hát a Kevin a csapra rákötötte azt az ilyen, tudjátok hát azt a KSC ugye tudja, hát mert ugye azt szokták ugye a akkumulátorra rakni. Tudom még az a kettő kábel, tudod amiből így jön az áram, hogy hívják azt? Mindegy izé, rákapcsoltát a csapra. Elindít, ma akarja ugye nyitni a vizet, megbossza az áramot. Ja, tudom. Na, az is jó lesz. Ja, van egy pillanatra a csontvád is látszódott. Ja. És ez fent van YouTube-on? Tudom. Szuper, te most már akarsz halni amúgy, nem azért csak, hogy ez egy név. Jó. És tudom, kiolvas. Szóval szuper neked, te most ezzel most azt akartad mondani, hát hogy neked is van helegúl, értem, hát én neked is van, mindenki. De... Ez szép volt! A fifai név. Szóval én most értem szuper, csak hogy... Na hát, csak ezért óvatosan érted. Afrikai név, ez egy afrikai név, ez a... Unu ever ava ibi ofo ibi teve baba bibi. Jó van, oké, hát ez nagyon jó. Ez egy afrikai név. Jó, hát akkor szerintem akkor éreztek akkor izé Elizabeth hercegnő szerintem akkor innentől kezdődött. Kajak, véleményem volt 6. Akár ezt. Itt a tájföldi versenyző. Varrok már. Ja. Óvatos vagyok, mint Lauda 1976. augusztus 1-én. Ja, köszönöm szépen. Itt van izi Alt F4. Szia. Micsoda név. Ugye? Ja. Azzal ott mi történt? Meghalt a motorja szerintem. És így lát? De jó. Micsoda Technics. Látjátok? Ilyen az F1-ben. Ja, jó van. Csak hát olyan nem volt, ami hát ugye velünk volt ugye átszemben. Tudjátok, hogy... Remélem, hogy defektet fog kapni, aztán végig az egész nagy díj. Ah,
most amúgy Zárkóval szemben, amúgy most ő hozni fogja pontot, csak izénen, szemlősz, mert ő most hátraesett nagyon. Egészségedre van. De sokszor kiesett, nem az volt, ez az a Donya KSZ. Na az. Hiába kezdett. Te kedvedért. Tik. 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 Nem tudtam felvenni az izét. Motort, nem? Akkor itt tört. Na, megvan a győzelem. Tudom, ne reagálják, kérlek ezt, ugye? Előtt tudod, a tízim bátyának megmondása jut a szembe KSZ-t. Ne jutta a szeszével szerintem. Tudod, amikor azt mondta, hogy a mentetlen helyett elmehetett, értett? És akkor most jön az a rész, amikor... Amikor csapatot lehet választani. Akkor az melyik az? Már is átmehetsz MotoGP-be. Hát nem tudjuk, csak hogy melyik az, hogy Peti az a choice contact. Milyen choice contact? Hogy melyik az, az a választ, igen. Az a. A stay-e megmaradt. Na, át tudunk menni a GP-ben, van egy ilyen sima privát csapat, szóval az, ami nem foglalkozunk. Van itt a GP, ahol megy Hector Barbera, mármint Barbera, meg... És Mike Di Mario, az Ducati-s csapat. Igen, az vagy amit akartunk. Az Aprilia Racing, Álvaro Bautista és Marco Melandri. És ugye mivel... Ziga, az úgy látom, mint is ott van a szeren, amúgy. Mivel ugye ezt akartuk, át is mentünk Marco Melandriéhez. Érted, amúgy többen nézik mostan a Project Cars, valami 11-et. Persze. Meg is nézzük, hogy megint pont izé pályán mi, Barcelona. Megint pont azon a szal. Ja nem. Először még TT jön. Hát ugye... Asszony TT, nem? Nem. Az Asszony TT, most még a... Ugyanúgy olaszba, de... Most itt nem tudom, hogy itt most már a Apriával fog tesztelni, vagy nem. Szerintem nem. Dehogy nem.
Na, itt az én gyönyörű szép szürke piros áprilliám. Fejlesztéspontok nélkül. Na nézzük, hogy milyen. Tisztelt. De jó hangja van. Értelmesen nem tudnak ezek se játszani. Mi? Aha, itt Zápili, aha. Milyen jó hangja van, mi? Na ez nagy háromszázba. Számos az legyen, nem tudom elni ezt a fülre. Ja. Felfejlesztjük, és ezzel leszünk bajnokok emelekül. Húszban a cél pedig a Ducati, vagy a gyári, vagy a privátsikor. Úgyhogy csak is vizékhez akarunk menni. Az olaszokhoz, japánokhoz nem fogunk. Peti, fájt a lábam, láttad? Jó, láttam. És megint feltötted azt a cipőt. Igen. Aha, ott van. Megvan az idő? Ó, bőven. Na hát akkor... Jaj, de máshogy néz ki! Nem? Nem menőbb? Valak akkor ki lesz KSC? Mit? Én. Ja, értem. De akkor most nekem most ki a csapattárs? Ja, ott van, akkor... Akkor most izé lesz Bautista, nem? Hát izé... Csak nem fog menni hárman a bajnokságban, nem? Gondolom. Jó, és hogy áll az a Constructors? Úr, tehát az RPA-nek 0 pontja van, te jó anyám. Hú, szexi bígy a hely. Na, itt van a cuccom. Na hát, mivel ugye szürke színű, azért most nekünk át kéne. Milyen színű legyen a seggében a... Hát mondjuk itt vagy izének kell lenni, pirosnak, vagy fehérnek. Legyen fehér, az abban néz ki. A bakkancsnak kell, vagy a kesztyűnek kell, vagy szürkének lenni, vagy pirosnak, legyen piros. De viszont akkor a bakkancs is piros lesz. Ja, nem ez a kesztyű. Szuper. Hát a helmet aznak valami pirosnak kéne lenni. Bordó. Ez jó lesz, szuper. Jó, így szuper lesz. A stílus a névnek meg legyen. Szuper, meg is van oldva. Látom, hogy ilyen tök egyszerű betűtípust választottam úgy. Kén, aha.
De Oiknak a szarakodása alatt megy már megint kiégésbe. Faust. Yeah. Grasszín. Ugye itt van izének a motorja, Bautisztának. Aki ugye most a Superbike-ban amúgy bajnok lett volna, hát hogyha nem basszál az egész izéjét. De... A Bautisztának az, igen? Ja, de mondjuk hát át igazából arra meg amúgy nem ő, hát nem tudom, mert igazából a csapat se fejlesztett, meg át nem tudom. Nem tudom, hogy most ez most az ő hibája lehet, hát inkább olyan... Jó, akkor egyezünk ki abba, hát hogy is szerintem, nem? Mert is, nem? Mert igazából Mi egyezünk ki? Hát mert ugye... A Superbike-ba ugye Rea meg Izé harcolt a címér, ugye Bautista. Csalta a éve. Aha, és akkor ugye Bautista meg elkezdett elvágódni egyfajtába, és ugye hát ugye hát a csapat sem... Miután nyert, ugye 11-ször. Igen. Kicsit nem volt érdekes amúgy. Hogy lehet úgy összeomulni abból? Jó, hát akkor nem fogok már dagonyázni ma. Szilárd elintézte neked, de? Nem, mi basztatom. Na jó, van srácok, viszont akkor én köszönöm szépen a figyelmet, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt a Discordon is. Tényleg ma eléggé beléálltam amúgy. Mindenkinek, úgyhogy... Nem kellett volna. Úgyhogy jók lettek, és akkor hát holnap este lehet, hogy folytatjuk a Jeep-it, nem tudom, mi lesz, úgyhogy jók lettek, és akkor készüljetek, hogy vasárnap elkezdjük akkor a 2020-assal a karriert. Igen, úgyhogy megyünk vissza a háromba, és akkor megnézzük, hogy fel tudjuk-e venni a versenyt. Na, úgyhogy jók lehetek, jó éjszakát, és akkor majd valamikor majd úgyis lesz live, és akkor látjátok. Úgyhogy jók lehetek, jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok! Алло. Видишь ветер? Ну и что? Посмотри в окно. Ну и что? А вчера было солнце. Ну и что? Зачем ты все время говоришь одно и то же? Взять и успокоиться, золото молчание, радио бессонница, станция прощание. Кто кому достанется, выпадет монетками, кто кому останется нервами, таблетками. За ночными окнами закричит, сломается.